Ezek a mostani állapotok. Tisztelt Győrbátiak, mint a polgármester úrtól hallották már, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezényletével megkezdődtek a hazánkba menekülő ukrán lakosok országos szintű elhelyezése. Ennek következtében Győrbátnak 50 főt kell elszállásolni, akik többségünkben gyerekek, illetve asszonyok. Győrbát területén jelenleg ez csak egy helyszínen valósítható meg, ez pedig nem más, mint ahogy most is állok, a BM üdülő területe. A BM üdülő állapota nincs túl fényes helyzetben, valamint a környezete sem jelen pillanatban. Ennek a műszaki koordinációját vállaltam felén. Sajnos elég rövid határidőt kaptunk ennek az épületnek az úgymond átmeneti rendbehozatalára. Itt szeretnénk az önök segítségét kérni, mégpedig olyan területekre, hogy külső terület rendezése, a belső terület rendezése, festés, kőműves munkálatok, kisebb-nagyobb javítások, asztalos ácsmunka, villany, illetve vízszerelés. Ezeknek java részét már elkezdtük szervezni, vannak is segítségünk, de nyilván több ember sokkal előbb végez ezzel a rendrakással. Nem tudjuk, hogy mikor, nem tudjuk mennyi, nem tudjuk hány fő érkezik településünkre. Az sem biztos, hogy érkeznek, ez nyilván a háború függvénye. Mindannyiunk számára ez egy új kihívásokkal teli helyzet. Amennyiben tudnak segíteni, engem kereshetnek személyesen, illetve telefonon, ez pedig nem más, mint a 0620 260 71 56. A jövő hét folyamán, illetve az azt követő héten már zajlani fognak itt felújítási munkálatok. Kedden, szerdán elvileg a tetőcserével kezdünk, majd következik a villamos hálózat rendberakása, amit tönkretettek. Ez már szerda, csütörtök, illetve péntek, és ezzel párhuzamosan a melegvízellátás újraindítása. A külső környezetet bármikor, amikor időjárás engedi, lehetne csinálni. Itt értem azt, hogy szemétszedés, fűnyírás, törmelékek összetakarítása, gazolás. Ebben lenne a legnagyobb szükségünk segítségre. Köszönöm szépen!